Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás március 24-éig, hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, itt látható a hold szimbóluma, és megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mi történik hétfőn, mire kellene odafigyelni. Itt látható egy utazás. Az lehet, hogy úton vagy. Az is lehet, hogy valaki meglátogat külföldről. Előfordulhat az is, hogy tervezel egy utazást. Számomra ez a kép jelenti a belső utat is, egy spirituális területet, vagy egy lelki kapcsolatot kettőtök között. Ketten Mars bolygó uralkodik. Itt van a szimbóluma. Mi történik ketten? Itt látható, hogy ez a férfi gondol rád, de belenéz a tükörbe, gondol magára, és megszépít valamit a külsején. Vagy vannak elvárásai, hogy mások észrevegyék őt, mert ő itt tükröződik. Tükröződik valami, megjelenik a nyilvánosságon, de ezt ő előkészíti, felkészül erre a fellépésre. Szertán Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon eléri a nap a tavaszi pontot. Egy nap-éj egyenlőség lesz, és ezen az estén tartok egy szertartást, amire e-mailen keresztül jelentkezhetsz. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Itt arról van szó, hogy meglegyen a belső egyensúly, a harmónia, itt növekedik majd valami, vagy a bevétel, vagy a sikerek, vagy tisztázódik valami körülötted, nagyobb lesz a vonzalom a társaddal. Én is megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Te kapsz egy jó hírt. Az is lehet, hogy ez a hír külföldről jön, és ezzel a férfival áll összefüggésben. A levélnek van egy szimbolikus jelentése is, és utalhat szerződésekre. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik, az itt látható. Itt megjelenik a halál kártyája. Ez lehet egy örökösödési ügy is, de ennek a kártyának inkább egy szimbolikus jelentése van, itt lezáródik valami. És ez lehet kellemes is, hiszen lezárhatsz egy rossz kapcsolatot, egy rossz munkahelyet, vagy lezárhatod a félelmeidet, a bizonytalanságodat is. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, és ezen a napon Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Szaturnusz bolygó nehezítheti az eseményeket, hiszen gyakran korlátoz bennünket. Vénusz bolygónál vagy bennünket hölgyeket korlátoz, vagy korlátozva van a párkapcsolat. De Szaturnusz bolygó tud segíteni is, hiszen rendezi a dolgokat, itt megvan a stabil párkapcsolat, vagy megkapod az elismeréseket. Mi történik pénteken? Itt vannak távoli tervek, elvárások. Azon kívül így felülről tekinted a dolgokat, és átlátsz az események felett. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik, és ez egy Lilith energia nap. Ez azt jelenti, hogy a hold ezen a napon eléri a pályáján azt a pontot, ami a legmesszebbre van a Földünktől. Ez kiváltja ezt a Lilith energia mezőt, ami jelenti a mi álmainkat, vágyainkat, elképzeléseinket, de mivel messze van tőlünk,
Ez úgy érződik ezen a napon, mintha elérhetetlen lenne. Feladjuk a terveinket. Az is lehet, hogy van külső befolyás, és mások mondják azt, ó, ne álmodozz annyit, ebből úgysem lesz semmi. Ezen a napon nem szabad, hogy ezt feladjuk, és erősíteni kell a hitünket. Itt látható ez a férfi, lehet, hogy te erről a férfiről álmodozol, és most bizonytalan vagy, hogy ebből a szerelemből mégsem lesz semmi, vagy az is lehet, hogy ez a férfi, ez lehet a lelki társad, ez lehet valaki a családból, vagy egy ismerős, hogy ez a férfi adja fel most a terveit, annyira elbizonytalanodott. A nap szimbóluma itt van középen, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt megvannak az elvárások. Az elvárások részedről. Vagy ez a férfi bizonytalan, és elvárja azt, hogy te jelentkezz nála. És ez a nap szimbólumán, amikor tisztázódik valami, vagy ő látni akar téged, de elvárja azt, hogy te meghívd őt, vagy kérdezz rá, hogy lesz-e egy találkozás. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon. Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta jelentkezem a Maja naptárból, és leírom azt, hogy a Maja naptár szerint mi várható az egyes napokon. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!